Hát szervusztok, kedves barátaim! Ugye, hát akik követnek, azok talán látták, hogy hát egy kicsit szivárgott a karburátor az Aeroxon. Ezért aztán ugye rendeltem egy úszóházat. Gyakorlatilag ugye az volt a probléma, hogy emellett a csavar mellett, a tömítés mellett, illetve a csavar nem tömített már rendesen, és ezért gyakorlatilag alul folyt. Mivel hogy ebben a motorban ugye egy vákumos üzemanyagcsap van, ezért amikor leáll a motor, akkor a vákum ugye lezár, és így csak annyi benzin tud kifolyni, ami benne van ebben a kis teknőben, illetve ami a csőben van, de hát arra pont elég volt, hogy a motor alatt, ott a standard környékén mindig álljon valami kis benzin, és hogy büdös legyen a motor környékén. Úgyhogy most le fogom ezt a cuccot cserélni, ehhez leveszem a karburátort, ha már leveszem a karburátort, akkor ki is tisztítom a karburátort. Egyébként meg lehetne csinálni alulról, mert szerencsére alulról fogja a csavar, tehát hogyha alá bújnék a motornak, akkor onnan le tudnám venni, és fel tudnám tenni a másikat, de nem, hanem szétszedem, kitakarítom, és összerakom. Ugye ez egy nagyon egyszerű mondat, de ehhez le kell venni ugye ezt az elemet, utána le kell venni az oldalelemeket, mind a két oldalon, le kell venni az ülés alatti Z-elemet, ki kell venni az ülést tartó boxot, utána le kell venni a légszűrőt, és a légszűrő után lehet levenni a karburátort. Nagyjából ennyi, ugye egy jó csomó csavar, viszont az egész művelet megoldható egy darab 10-es dugókulccsal, egy darab keresztfejű csavarhúzóval és egy darab laposfejű csavarhúzóval majd a karburátornak a szerelése. Hát majd ilyen részfolyamatokat mutogatok. Nagyjából ennyi a kezdet. Álljunk neki. Hát lecsavaroztam ugye ezt az elemet, de ahhoz, hogy le tudjam venni, ahhoz le kell venni a tanksapkát. Ugye én, amikor ezt a motort megvettem, akkor én tudtam, hogy ez egy burkolt motor. És mondtam a Csavi barátomnak, hogy mennyi mindent le kell róla szedni ahhoz, hogy az ember hozzáférjen. Nemes egyszerűséggel a Csavi barátom, aki ugye jártas a gépszerelésbe, hiszen ez a szakmája, csak annyit mondott nekem, hogy ez ilyen. Úgyhogy igen. Tehát ennyit tudok én is mondani, hogy ne legyen büdös, visszarakjuk a tanksapkát, és akkor megyünk tovább. Ugye itt most lejött ez a felső elem, kapaszkodott, azt nem kell levenni szerencsére, hanem most jön ez az oldalelem, fogja egy-kettő csavar, utána jön a Z-elem, és utána jön az ülés. Ez ilyen. Mert kérem szépen, ugye lejött a csomagtartó, lejött a csomagtartó alatti elem, lejött az üdések alatti úgynevezett Z-idom, és ugye ezeket ilyen kis készségek fogdossák föl, ugye ezekbe kapaszkodik be a facsavar, tehát arra kell vigyázni, hogy ezek ugye le tudnak ugrani, ne ugorjanak le, mert elvesznek, és akkor nem lehet összerakni utána a szerkezetet. Úgyhogy ezeket leszedtük, és itt eloldoztuk az ülés fedél nyitó bovdent, akkor elvileg ezt a dobozt ki lehet emelni, és el lehet félre tenni, és akkor már meglátjuk, hogy hol is van a karburátor. Ezt egy kézzel nem tudom megcsinálni, úgyhogy mindjárt jövünk vissza. Na tehát az ülés és az alatta lévő boxot óvatosan leemelve, mert ugye vannak rajta elhelyezve mindenféle elektromos dolgok, és azokat azért nem érdemes szétkulminálni, illetve itt alatt is vannak ilyen bekötések, azokra vigyázni kell. Tehát ha sikerül így leemelni és félretenni, akkor már látjuk, hogy ott van a karburátor, és annak az alja kell nekünk sajnos, úgyhogy azt nekünk valahogy le kell szednünk, ugye arra megy rá itt a légszűrő, először is a légszűrőt le kell bontani, le kell húzni, majd utána a karburátort a beömlő csonkról le kell venni, ki kell kötni a bovdeneket, és már kész, bovdeneket, benzincsöveket, vákumcsövet, és már kész is vagyunk, csak ennyi. Ja, ez meg itt egyébként az olajzó tartály, ugye keverék olajzású a motorkerékpár, de külön olajoz, tehát nem kell a benzinhez önteni az olajat, hanem fél évente kell nagyjából ebbe a tartályba önteni egy kis motorolajat, és ő hozzá keveri a benzinhez, amit javaslok egyébként, hogy 100-as tiszta benzin legyen, azzal tisztább, szárazabb érzés a motorozás. Jó, most lebontom akkor a
légszűrőt, kivesszük a karburátort. Jövök mindjárt vissza. Na hát kérem szépen, kezünkben van a karburátor. Kissé szét vannak itt bontva a dolgok, de nem kell megijedni, minden visszamegy a helyére. Egyetlen egy fontos dolog, hogy ezen a karburátoron ezt a csavart, bocsánat, így mutatom, ezt a csavart itt nem kell leszedni, ugye ez önmagában van visszakötve egy kör. Tehát ezt nem kell leszedni, innen kell lehúzni egy csövecskét, innen kell lehúzni a vákumcsövet, illetve innen kell lehúzni a benzincsövet, kihúzni a folytószelepet, illetve kihúzni a szivatót. Ezt mind a kettőt egy-egy csavar rögzíti a fedelét, és szét vagyunk szedve, és ugye ezt, hoppá, benyalsz folyik ilyenkor belőle, ezt a részt kell cseréljük, és most meglátjuk, hogy ahogy a Csillagok háborújában is mondta Han Solo, hogy mit kaptunk a pénzünkért. Ugye meglátjuk, hogy tényleg passzol-e. Elvileg ugye én ezt gyári szám alapján rendeltem, és a Dell'Ortónak a saját márka képviseletéből, kereskedéséből, úgyhogy jónak kell lennie, úgyhogy nagyon bízok benne, mindjárt meglátjuk. Szedjük szét! Na hát kérem szépen, ugye ez volt rajta, ez az új, hát kinézetre jónak néz ki, és ami a lényeg, hogy tényleg benne van a tömítés, ugye azt ígérték, hogy nem kell venni hozzá a másik tömítés, meg benne van, úgyhogy ha már szétszedtük a karburátort, akkor egy kicsit kitakarítjuk, kifújogatjuk, letakarítjuk, és utána rakjuk össze szépen óvatosan, hogy dzsuva ne maradjon benne. Hát kérem szépen, itt van a kinyűrű szépen megtisztított, kitakarított karburátor, nem mai gyerek, ugye 2000-es, és rajta van az új csili-vili fedél, tényleg jó lett rá, tényleg benne van a tömítés, és reméljük, hogy tényleg nem is fog mostantól szivárogni, úgyhogy visszatesszük a helyére. Ha már leszedtük a légszűrőt, akkor érdemes megnézni, milyen állapotban van. Hát a srác, akitől vásároltam a motort, nem kamuzott, viszonylag új és viszonylag tiszta légszűrő van benne, tehát biztos, hogy kicserélték, ez a kosz már azóta ment bele, amióta én ezzel járok, úgyhogy össze is rakom. Hát zen állapotban kell lenni egyébként hozzá, mert ez a tömítés, ez ezer helyen kanyarodik és kiugrik azonnal, hogyha az ember nem nyúl hozzá, úgyhogy csak türelmesen, ügyesen. Na hát kérem szépen, készen vagyunk, hogyha igaz, akkor most 16 óra 57 perc van, 15 óra 39-kor indítottam el a legelső videó részletet, amiben bemutattam azt, hogy hogy is fog történni a folyamat. Tehát ez az egész dolog még nekem sem tartott tovább egy erős óránál, de ugye nagyon sokat elszórakoztam a légszűrővel. Tehát, hogyha a légszűrőt nem szedi szét az ember, és nem takarítja ki, akkor maga ez a művelet szerintem egy fél óra, maximum 3-4 óra alatt elvégezhető. Ugye minden vissza van téve, minden visszakerült a helyére. Kulcs a mociban, adunk egy kis gyújtást, rányomunk a fékkarra, önindító. És még működik is, alul nem jelent meg olaj. Egyébként, azt csak úgy mondom, hogy ez a Z alakú idom, ezen a motoron ez is szürke volt, tehát itt egy-két helyen látszik, már levertem újra. Ezt egy sima akrilát festékkel én átfújtam feketére, és úgy néz ki, mint a gyári, teljesen. És szuper jó. 2000 forint volt, azt hiszem a festék a felese kellett rá. Úgyhogy ilyen kis csicsázásokat lehet csinálni, a moci pedig működik, most már a karburátor sem fog ereszteni, és nem fog ott hagyni. Ez biztos sehol, bár így se hagyott volna ott, csak egy kicsit többet fogyasztott volna. Hát köszönöm szépen, remélem, hogy tetszett ez a videó. Ez egy, bocsánat, 2000-es gyártmányú Yamaha Aerox 50 köbcentis karburátor kiszerelés, beszerelés. Ez volt a mai témánk. Köszönöm a figyelmet, hogyha van észrevételetek, akkor mondjátok nyugodtan. Sziasztok!